a történelem könyvében? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Megmondom őszintén, nem találok szavakat, hogy egy ilyen mérkőzés után szerintem senki nem gondolta volna, hogy itt Angliában 4-et rúgunk nekik, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, és az plusz öröm, hogy lehet látni, hogy honnan, hova jutottunk, és én azt gondolom, a közeljövőben most már tényleg kell velünk számolni. Hát nem kicsit, honnan, hova, te hogy látod ezt az utat, hogy idáig eljutottunk, hogy itt Wolverhamptonban jobban megverjük az angolokat, mint Puskásék? Hát ez egy nagyon, nagyon hosszú út volt, ugye az elején egy teljesen új szakmai stáb, a játékosok sem voltak még annyira úgy összeszokva, de most arra beérett az a munka, amit hosszú idők óta a játékosok és mind az edzők beletesznek ebbe, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt. Mitől volt ma ekkora különbség a két csapat között? Én azt gondolom, hogy mi jobban akartuk ezt a győzelmet, csúsztunk, másztunk, tényleg mindenki az utolsó erejét kitette a pályára, úgyhogy tényleg nem tudok más mondani, csak gratulálni mindenkinek és le a kalappal. A gólokról mit gondolsz? Azt hiszem, hogy ezek örökké emlékezetesek maradnak számodra. Az biztos, én is nagyon boldog vagyok, ugye az első duplám a válogatott színeibe, úgyhogy nagyon örülök, remélem, hogy még az elkövetkező időben tudok szerezni egy-két duplát, de le a kalappal, amit ma minden egyes